Köszöntöm nézőinket, az ismerős vendége, Kajdacs első embere, a Kajdacsi polgármester Lengyel János. Köszönöm, polgármester úr, hogy eljött. Be kell vallanom, hogy a közelmúltban jártam önnél, kim voltam Kajdacsom, és hát nagyon meglepett engem az, amit ott tapasztaltam. Egy nagyon kellemes kis falu, természetesen a maga gondjaival ismerjük az önkormányzatok helyzetét, senki sincsen rózsás helyzetbe, de ő mégis optimistán és hát pozitívan szemléli a jövőt, nem adja fel, ahogy mondta, nem az a típus, aki feladja. Nagyon jó régóta, ha jól tudom már, Kajdacson ön úgymond a vezető ember, mióta is pontosan? Hát, Tiszteltel köszöntöm én is a nézőket. Hát 1985 óta vagyok a település első számú vezetője. Természetesen 85-től 90-ig, mint tanácselnök. Majd azt követően az első demokratikus választásokon is sikerrel szerepeltem, és attól kezdve, mint polgármester töltöm be ezt a funkciót. Többen elmondták már itt, hogy a rendszerváltozás nem zavart be az ő vezetői pozíciójukba. Minek köszönhető ez? Ennyire szeretik önt a faluban? Hát azt gondolom, hogy a, ha a választásoknál szavazatok arányát nézem, akkor ez mindenképpen pozitív jelként értékelendő a lakosság részéről. Természetesen mindenki engem sem szeret, hiszen mindenkinek elégséget tenni, az rendkívül nehéz volna és gyanús is volna. De igyekszem úgy tenni a feladatom, ahogy azt tőlem elvárják. Polgármester úr, gondolom feltételezem ezek után, hogy ön erősen kötődik Kajdacshoz, esetleg mondhatni, hogy a szülőfaluját igazgatja? Igen, hisz ezen a településen születtem 1944. december 6-án, és itt értem le az egész életemet. Itt voltam mindig, itt éltek a szüleim is, a nagyszüleim is, és hát természetesen szívemben viseltem a településnek a sorsát mindig. Akkor is a település érdekében dolgoztam, amikor hát nem voltam a település első számú vezetője. Akkor különböző más területeken, társadalmi szervezeteknek az élén voltam sportegyesületi vezető, labdarúgó edző, ha kellett, vagy tűzoltóparancsnok, parancsnok, tűzoltó elnök, mikor mi kellett. Aztán, ha úgy kellett, akkor mondjuk az ifjúsági ö, klubba színdarabot játszottam, ami éppen kellett. Ezek szerint akkor ön már egészen fiatalkora óta egy közösségi ember volt. Hát azt gondolom, hogy talán 14 éves koromban kezdtem ezt, és akkor... Mivel kezdve, kezdődött akkor? Hát ö, akkor ugye ö, mint az ifjúsági klubba járó ö, személy, ö, akkor ott próbáltam színdarabokkal, egyebekkel, táncoltunk, ami éppen kellett táncsoportnak voltam a tagja. Mi volt a legnagyobb szerepe, ha már színjátszást említ? Hát... Ö, több-három felvonásos színdarabot is játszottunk. Az egyik, ami legkevesebb vagy legközelebb áll a szívemhez, az a Vén Bakancsos, meg a Fia Huszár, és hát ebbe a Huszár szerepe jutott a számomra. És nagyon sok hajdacsi szereplője volt, és nagy sikere játszottuk, nem csak hajdacson, hanem a környéken is. Ez volt tehát 14 éves korában, aztán a. a... Ez nem igazán 14 kicsivel. Kicsivel később. később. Tehát itt az, azért én már azt gondolom, hogy egy ilyen típusú közegben azért lehet érezni, hogy merre tovább. Aki közösségi ember, én úgy tapasztalom, az azért mindig megtalálja azokat a fórumokat, amelyek úgymond már az életkorral egyre inkább a felelősséggel növekednek, és hát úgy mondjam nagyobb szelet az igazgatás területéből. Önnél mi volt a következő lépés mondjuk, amikor már nem csak a színjátszás és a fiatalság összefogása, volt a fontos, akkor hol találta meg a számítását? Hát természetesen én is, mint a több hozzám hasonló férfi ember sorkatonai szolgálatot teljesített. Ezt a szolgálatot én Sopronban teljesítettem, és természetesen ott is a katonaságnál szerepet váltam mindenféle feladatba és hát azt követően, amikor azt leszereltem, akkor visszatértem a sportegyőes jelethöz és a tűzoltókhoz, és természetesen a tűzoltó egyesületnél továbbra is ilyen hasonló feladatokat teljesítettem. Ugyanakkor akkor sem zárkoztam akkor, hogy attól, hogy a fiatalok közé menjek, és akkor is vállaltam szerepeket. Kibővült a feladatkör, mondhatni. Ekkor már gondolkodott azon, vagy, vagy, vagy úgy érezte, hogy hát egyszer én úgy alkalmas lennék arra, úgy érzem, vagy szívesen elvállalnám azt, hogy ezt az egészet, amit most ez a közel 1400 fős település ad, ezt az egészet eligazgatnám? Azt hiszem, hogy ilyen én nem gondolkodtam termelőszövetkezetben dolgoztam, nagyon hamar, egész fiatal koromban beválasztottak a természetkezet vezetésébe, és hát természetesen ott tevékenykedtem a közösségért. Majd később felnőtt feje tanultam, és hát a Palánki mezőgazdasági szakközépiskolába szereztem érettségét, és hát ezt követően a termőszövetkezetbe, illetve már akkor is brigádvezető, ágazatvezető feladatokat láttam el, de arra nem gondoltam egyáltalán, hogy ilyen szerepet vállaljak. Hogy jött a lehetőség, a felkérés? A lehetőség úgy jött, hogy a az akkori kajdasi tanácselnök megbetegedett, súlyos beteg lett, és hát ugye elérkezett a váltásnak az ideje. Természetesen rajtam kívül még nagyon sok más szemét is megkerestek a településen azzal, hogy szóval keresték a, a megfelelő, megfelelő embert. embert. Na most az első, amikor 1985-ben az én választásomra sor került, akkor már többes jelölés volt, de az még nem volt igazán demokratikus választás. És hát tulajdonképpen egy ilyen kétszer helyzetben kerültem én a tanácselnöki székben, nem igazán örültem neki, háborúztam is érte, megmondom őszintén, hogy hosszú időn keresztül nem is vállaltam, végén mégis meggyőztek, bizonyos kényszerítő körülményeket is alkalmaztak, azaz termőszövetkezetbe. ugye nyilvánvalóan olyan feladat kört, kört kaptam, ami arra ösztönzött, hogy átmenjek a tanácselnökséghez de most már így nem bánta meg, lehet mondani. Hát azt gondoltam, hogy ha ezzel már megbíztak, akkor igyekszem úgy csinálni, hogy ez elfogadható legyen a település lakosságának. Igyekszek maximálisan teljesíteni. Mindig azt tartottam, hogy, hogy szebbet is, okosabbat is választhatnak, de a azok meg úgy gondolom, hogy nem. Gondolom, hogy ezt azért érzi a település is, hiszen beszélt azokról az időkről, ugye, amikor hát igazából még nem demokratikus úton jelölt, ki önt, meg hát sok másokat is, de aztán ugye jött egy olyan lehetőség, amikor úgymond ezekkel az emberekkel, most csúnya kifejezést fogok használni, végleg le, le lehetett számolni, na de önnel nem ezt tették. Igen, hát az első szabad választáskor bizonyosokig jelzésértékű volt az, hogy a lakosság 64,4%-a szavazott rám. Ez, ez, ez jelzett egy olyan dolgot, hogy engem elfogadnak. Ez Tehát, új erőt adott önnek, gondolom. Igen. Most a, a, ugyan a következő választásnál ugyanez a, a szavazott arány 67,7% volt, az azt követően 75,4% volt, és a, még ezt követően a legutolsó választásra még 89-11. Akkor ez azért bizonyos fokig jelezte, hogy a lakosság mindig-mindig többet ö, többen uh -huh. szavaztak rám. Tehát ez, ez jelzett egy bizonyos fokú, számomra egy mércét. Tehát elfogadták önt, és él, dolgozik, tesz kajdacsér, na de ugye mindig van egy háttérbázis, aki nem mindig örül annak, hogyha a családfő ennyire elfoglalt, és nem biztos, hogy sokszor a családi élettel tud foglalkozni, hanem bizony kajdacs sorsa ügye sokkal fontosabb. Kik azok, akiknek ezt tolerálni kellett most már lassan húsz éve? Hát ugye elsősorban a feleségemnek kellett tolerálni, hiszen nagyon sokszor vagyok távol a családtól. Aztán a gyermekeimnek, és hát ugye most már a, a családunk olyan szépen alakult, hogy ö, ugye menjek, kerültek a családba, és hát természetesen most már van tündérisép szép négy unoka is. És hát ugye ezek bizony sokszor ö, este, ha vissza kellett mennem, mondjuk még gyűlésre vagy egyéb, akkor ugye szomorúan vették tudomásul, hogy ö, keveset vagyok otthon. De azt is így el lehet fogadni, nem meg lehet szokni. Hogy... Igen, hát valóban megszokták. Azért, ha tudok időt szakítani, azért ilyekszem mindig minél több időt velük tölteni. Bár azért meg kell, hogy róljam egy kicsit, mert itt a beszélgetésünk előtt mi már beszélgettünk, és ugye hát aktuális a szabadság témája, és amikor kérdeztem, hogy mit tervez a nyárra, akkor azt mondta, hogy hát önbizony 1985 óta, ha jól emlékszem, nem volt nyaralni. Akkor volt egy hetet. Így van, valóban így van. 85-ben is szinte kötelező miatt voltam, nem voltam nyaralni. Most természetesen ez nem jelenti azt, hogy a Ez érdekes ez a kötelező sallát. ok, azért ezt mesélj el. Igen, hát az akkor úgy történt, hogy az akkori tanácselnök azt mondta, hogy Harkányban van egy üdülő, és már pedig el fogok menni oda, és nyaralni kell. Csak egy hétig elmentem, és ez nagyon jól esett, és hát azt gondoltam, hogy tényleg jót tett velem. Na most ez persze nem jelenti azt, hogy a család maga nem nyaral, mert hát ugye a feleségem az például nagyon szeret utazgatni, az kiránduló buszokkal mindig megy mindenhova, most legutóbb hat napig Romániába volt, és hát az unokák is mennek, én meg akkor ráérek, akkor egy kicsit, nagyon kicsit. Csak egy nagyon kicsit. Ö nem tudom, hogy a szabadidőben még mi férhet bele, gondolom már nem sok minden, de azért az kiderült számomra ezen az említett látogatáson már, hogy hát ön nagyon-nagyon érdeklődik a történelem iránt. Én komolyan mondom, hogy egy ilyen ö, teljes kis. Ö, történelmi áttekintést kaptam, mondhatni Kajdacsról, és hát arról a kastélyról, ami bevallom őszintén, és szégyenlem, de én magam nem tudtam, hogy Kajdacson egy ilyen gyönyörű kastély van, amiben most az általános iskola működik, és ez már egy másik téma lehetne, hogy annak az általános iskolának onnan ki kellene kerülni, de bizony ott egy csodálatos kastély volt, és az a sok minden, amit ön nekem elmesélt, hogy itt valamikor rózsa ültetvények, és nem tudom, tényleg régóta egészen kisgyerek Óra óta foglalkoztatja már a múlt és a helytörténet? Így van, tehát gyerekkorom óta foglalkoztat. Nagyon szeretem a helytörténetet, szinte teljes mélységéig belemerülök a kajdas történetébe. Nagyon sok írásos anyagán rendelkezésemre, nagyon sok feldolgozatlan anyag is áll rendelkezésre, amit majd valamikor reménykedem, hogy lesz rá idem és feldolgozom. Ha én nem, akkor majd feldolgoztatom a gyerekeimmel, mert azok is történem szeretők nagyon. És hát igyekszek minden egyes olyan dolgot megragadni, ahol a települése kapcsolatos bármilyen információhoz jutok, azt, az, hogy éjjel kettőkökkel menni, akkor is megyek érte. Feltétlenül. Nagyon sok ilyent gyűjtöttem össze, és természetesen az is motivált, hogy a településnek nagyon neves történelmi személyiségei voltak. És úgy gondoltam, hogy az utókornak mindenképpen kötelességünk, a jelenkornak kötelessége, hogy megóvja ezeket a dolgokat, és átadja, továbbadja. Például az is egy érdekes történet, hogy ehhez a kastélyhoz tartozott egy kis kápolna is. És ahogy ezt elmesélte nekem, ez a kápolna, amikor ön vezetői pozícióba került, akkor olyan állapotban volt, annyira benőtte a növényzet, a tetejéből nőttek ki, hogy élt ott valaki, aki tíz éve nap mint nap, úgymond ezen kápolna mellett ment el, és nem tudta, hogy ott van egy épület. Így van. Tehát egy, egy ilyen áthatolhatatlan bozót volt, nem csak ott, hanem ö, amit esetleg ott azt a kis tavat tetszett látni, ott is egy áthatolhatatlan bozót volt. Természetesen ö, amikor én tanácsánök lettem, az volt az első teendőm, hogy ezt a, az egész dolgot ezt rendbe tettem, parkszerűvé alakítottuk. Ma már elképzelhetetlen lenne, hogyha ezt mondjuk nem gondoznánk, akkor valószínűleg nagyon kikapnák a lakosságtól. Akkor viszont előfordult olyan is, hogy feljelentettek érte, de hát ezt tudomásul kellett venni, hogy minden reform, vagy minden valamilyen, valakinek az érdekeit Szerint. sérti. Na most az volt az első dolgom, hogy ezt a kápolnát megpróbáljam egy kicsit Tettetni, hiszen a településnek ez az egyik legértékesebb műemléképülete. Ezért aztán. Idő Miklós tervezte. Idő Miklós tervezte és Neibéla építette, és hát ezért próbáltam rendbe tettni. Nem csak ez motivált, hanem az is motivált, hogy neves történelmi személyiségek nyugszanak a kápolna körül. Természetesen olyan személy is nyugszik ott, aki tolna vármegye hosszú időn keresztül fő ispánya volt. Ez Tánc Kovánszki Imre. Érdemes tehát önökhöz kilátogatni, ez is bizonyítja, és hát körbenézni, mert tényleg ö, gazdag ö, múlt köszön ránk vissza, és tényleg érdemes megnézni. Csak azon gondolkodtam, hogy ilyenkor azt sajnálom nagyon, hogy ugye látva ezt a kastét, és ott is beszélgetünk sok mindenről, hogy a, a, az anyagiak ennyire szűkösek, hogy ezt nem lehet visszaállítani, hogy ezt nem lehet megcsinálni, mert tényleg hát Rengeteg pénz kellene uh, ahhoz. Uh, polgármester úr említette itt, hogy uh, hát bizony nem mindig mindenkinek tetszik minden. Ezt ugye már tudjuk, uh, az élet minden területén így van, ez, hogy nem lehet mindig mindenhol megfelelni. Kérdezem, hogy sok uh, atrocitás érte azért? Sok mindennel meg kellett küzdenie, vagy vannak olyan emberek, akik uh, állandó piszkálói, akiktől úgymond uh, nem tud jót kapni, csak rosszat? Na most. Uh, Természetesen többségben a segítőkész emberek vannak, és azért azt hadd mondjam el, hogy ez egy nagyon szorgalmas emberekből álló település, ahol a legtöbb ember nagyon szorgalmas, és természetesen igyekszik saját maga és a családja számára biztosítani a megélhetést. De ugye egy olyan dolog is mostanában. Kialakul a település, hogy rengeteg a bevándorló, akik valójában nem is ismerik az embernek a munkáját. Hát esetleg ilyeneknél fordul elő, hogy fenntartásokkal vannak az ember munkájában azonnal. Természetesen úgy sem mindenki, mert azok között is azért olyanok vannak, akik előbb meggyőződnek ezekről. És van olyan, aki meg szinte elhivatottságának tartja azt, hogy mindenbe kötekedjen. Nagyon érdekes ez a dolog, mert nem haragszom érte. Ugyanis motivációt ad. Ez, ez motivál arra, hogy, hogy ne lassuljon le az ember, hanem állandó cselekvő kényszerbe kerüljön, és mindig próbáljon olyat tenni, ami a fölé kerekedik. Na most ez, ez mindig van, ezért én minden egyes választás előtt, amikor a lakosságot tájékoztatom a ciklusban történtekről, az előző ciklusban történtekről, akkor megköszönöm az ellenzéknek is a munkáját, mert nagyon fontos, és nagyon jó, hogy van. Nem idegesítik. Hát nem lesz nem ideges. Nem, nem, nem lehet kihozni a sodrából, nem csapod a néha az hogy most aztán már elegem van. Most olyan nem fordult elő, vagy olyan ö, olyan a bizonyára velem is fordult elő, hogy egy kicsit ingellékenyebb voltam, vagy rossz paszba voltam, természetesen, de nem igazán szokott engem. Az igazság az, hogy én azt tartottam mindig is, hogy nekem mindegy, hogy ki milyen zászló alatt vonul. Ez az ő szuverén joga. Vonuljon. Teljesen mindegy, hogy református, katolikus vagy bármilyen vallású. Ez is mindegy. Azt gondolom, hogy a település érdekében egyet értünk, akkor nem számít, hogy ki hol van. Épp ez is az előzetes beszélgetésünkből derült ki, hogy ön sem elkötelezett egyetlen egy irányba sem, mint mondta. Tehát nem ez számít, például a Kajdacs vezetése, kor sem az számít, hogy ki mondjuk például milyen párt színekhez kötődik, hanem az, amit ez előbb említett, hogy egyet akarjon mindenki, Kajdacsnak jobb legyen. Igen, na most ö, természetesen maga, nekem is megvan a magam szimpátiája. Ö, de az az igazság, hogy elfogadom a másságot, tolerálom, ilyen irányú gondom, problémám nem igazán szokott lenni. Tehát én jól tudok együtt dolgozni, ha az illető kisgazdapárti, vagy vagy Fideszes, vagy Szocialista, vagy SZDSS, teljesen mindegy, én ezekkel igyekszem mindegyikkel megkeresni a, a hangot, és együtt dolgozni. Egyébként azt észre lehet venni, polgármester úr, hogy ugye most itt, bár távol álljon tőlem, hogy most itt elkezdjünk politizálni, de ugye azért mondhatni, hogy az ország közélete felbojdult elég erősen, hogy egy ilyen kis falut is, ahol élnek 1360-an pontosan, ha jól tudom, foglalkoztat ilyen intenzíven a közélet? Hát az igazság az, hogy Sokszor van az, hogy szomszéd a szomszédra, testvére a testvére megharagszik, mert különböző pártállás mézeteik vannak, ez bizony előfordul. Én azonban még családon belül sem szoktam megkövetelni azt, hogy mindenki köteles oda szavazni például, ha vagy én. Mindenkinek van szuverén önálló véleménye, el tudja dönteni, a felnőtt ember el tudja dönteni, hogy neki ki a szimpatikus, azt egy kicsit érzem, hogy nem minden esetben ismerik fel az emberek a saját érdekeiket. Ez nem jelenti azt természetesen, hogy én ne tartanám őket felnőttnek és a saját maguk sorsának a irányítását el tudják dönteni. De ilyen előfordul, ezek könnyebben befolyásolható emberek, és hát általában az ilyeneket könnyebb elvinni demagógiával egymás irányba. Polgármester úr, ugye nem csak a politika, nem csak a falu kisebb-nagyobb gondjai, hanem sokszor nagyon érdekes a polgármesternek. Hát nem is tudom, hogy fogalmazok, talán egy ilyen család segítő szerep is jut. Nagyon érdekes volt hallani, hogy bizony sokszor van olyan, hogy valaki azért megy be önhöz, hogy a saját magánéleti problémáit oszta meg önnel. Nincs kivel megbeszélni a gondokat, és a polgármestert keresi fel ezzel. Gondolom, hogy azért ön erre is nyitott, hogyha mennek az emberek és élnek ezzel az alkalommal, de soha nem gondolta úgy, hogy jaj, hát nem tudok én mindenki magánéletével foglalkozni. Nem akarta elhárítani az ilyen személyesebb közeledéseket? Nem, hát ez egy természetes, hiszen azt gondolom, hogy ez a bizalmi viszonynak a jelzése is, hogy bizalma vannak esetleg irántam, mert az, aki hozzám eljön és elpanaszolja akármilyen problémáját, az valamilyen ilyen fokon ugye bizalmat érez irányba. Sok esetben, amikor meghallgatok valakit, megkérdezem tőle, hogy hogy tulajdonképpen mit vár -e tőlem, akkor azt mondja a sok esetben, hogy nem is vár -e semmit, csak köszöni, hogy meghallgattam. És ha ebbe tudok segíteni, akkor ez is egy jó dolog. Természetesen nagyon sok esetben nem igazán tudok segíteni, mert családi problémákban nem, de ha tudok, akkor ha nagyon picit lehet rajta segíteni, akkor azt nagyon picit is megsegítem természetesen. Mindig azt mondom a kolléga nőimnek is természetesen, hogy ha ilyen picit lehet segíteni, annak az ügynek az elintézés, akkor azt az olyan picit meg kell tenni. De meg kell mondani, hogy a többit nem tudjuk megtenni ezért, ezért, ezért. Most ezt nem mindig fogadják szívesen, természetesen. Öh, hát járva Kajdacson, ugye az ember szembesül a problémákkal is, és ahogy a beszélgetés elején is utaltam már rá, nem kell hangsúlyozni, hogy az önkormányzatoknak nincsen könnyű helyzete mostanában, és bizony ön is elmondta, hogy kajdacson is sokkal több útra lenne szükség, ugye meg kellene szüntetni a sáros utcákat, járlát kellene építeni, szóval akad tenni való bőven. Ezt hogy lehet megélni egy település vezetőnek, amikor látja, hogy mik a feladatok, látja, hogy mi az, amit meg kell oldani, de egyszerűen anyagiakban nem tud több pénzt előteremteni, mint amennyi éppen van. Ja, nagyon nehéz, hiszen én úgy érzem, hogy én akkor lennék igazán boldog, ha mindenkinek tudnám teljesíteni a kívánságát vagy az elvárását. Ez azonban anyagiak hiányában lehetetlen. Na most természetesen abból is adódik konfliktus, hogy melyik utcába épül mondjuk egy szilárdburkolatú út, Teszem fel, ha a lakosság úgy érzi, hogy abban az utcában egy hozzátartozom lakik, vagy bárki, akkor biztosan megszentesíti, hogy amiatt épül az út. Holott ugye én ilyenkor azt szokom mondani, hogy amiatt, az egy ember miatt nem lehet kiszállni a többit. Ugye nyilvánvalóan. Igen. Na most Természetesen ez nem így működik, ez úgy működik, hogy én bizonyos forrásokat igyekszem megszerezni a település részére, hogy hogyha ez sikerül, akkor mindig a testület elé viszem a kérdést, és a testületnek alternatívákat sorolok fel. Felsorolom például, hogyha útépítésre szálljuk, akkor melyik utcák azok, amelyek e, e, nem rendelkeznek sziládburkolatta, és akkor a testület eldönti, hogy most ez az utca lesz. Tehát nem öndönt polgármester úr sosem. Na most természetesen és ezt én mindenkor tudomásul veszem, és amikor a testület határozatát meghozza, akkor azt az utcát építsük meg. És akkor már többi intézkedés az enyém. Akkor azt megteszem. Én soha a testületet semmi ilyen, kérdésben nem kerülöm meg. Hát hiszen ez az ő hatásköre. Mennyire lehet optimistának lenni? Mennyire tud ön optimistán nézni a jövőbe? Hogyan látja, ugye ebből a ciklusból még van vissza két év a következő megmérettetést akarja elvállalni? Ugye mondta, hogy van négy unoka, gondolom most már eljöhetne az az idő, amikor csak velük foglalkozni, nekik élni. Mennyire akarja ön ezt még a jövőben? Nos, akik ismernek nem csak Kajdacson, hanem a megy egész területén, akkor azt tudják, hogy én egy folytonosan elégedetlen ember vagyok. Tehát én olyan vagyok, hogy ha ma valamit elérek, akkor hónap követelek egy másikat. Tehát egy ilyen típusú vagyok, én mindig a település érdekében követelek. Most természetesen van, aki esetleg ezen megsértődik, van, aki azt tartja rólam, hogy nagyon agilis vagyok, de Mindenképpen a településem érdekében kívánok, mindaddig, amíg a megbizatásom szól, harcolni, vagy ha azt követően lehetőségem nyílik, akkor akkor is. Na most biztos, hogy rendkívül nehéz most pénzeket szerezni a településnek, de azért igyekszem, amit csak tudok megszerezni. Valóban, ugye elgondolkodtató, hogy ha most a ciklus végéig én leszek a polgármester, akkor, akkor 22 évet teljesítek, és ez nem kevés. Azt gondolom, hogy ez a megyébe is ö, ö, bizonyos fokig ott az balon az élen jár. Ö, nem biztos, hogy én vagyok ott természetesen az élen. De ö, azt gondolom, hogy ha valaki olyan ö, fog jelentkezni ö, fiatal, agilis, akire, akiben érzem, hogy a település jövője biztosított lesz, akkor természetesen fel fogom vállalni azt, hogy átadom a helyet, és természetesen segíteni fogom a munkáját. Tehát akkor nem kívánok indulni. Mert ugye elérkezett, ez tudni kell abba hagyni is. Tudni kell abba. Na most, hogyha ha viszont olyan helyzet alakul ki a településen, hogy nem alakul ki igazi választék a település lakosság előtt, akkor alternatívaként lehet, hogy én is odaállok, és akkor a lakosság eldöntheti, hogy kit akar. Mert ugyanis engem felelősség terhel abban az esetben is, hogyha én valaki kezére úgy játszom át a települést, hogy. Csak azért, csak én már van. Ezen. tehát ezért felelősség terhel. Ha viszont a lakosság dönt úgy, hogy őtet válaszza, akkor a lakosság ilyen felelősség is nem az enyém, és akkor nyugodtan lehetek. Polgármester úr, így vagy úgy én azt kívánom önnek, hogy legyen nyugodt, és még a nehéz helyzetben is azért sikerüljön az a sok-sok terv, ami azért ott van az asztalon. Köszönöm szépen, hogy itt volt nálunk, a nézőknek a figyelmet köszönöm, megtartsanak velünk legközelebb is viszontlátásra.